Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit. Szeptember elejé rendkívüli testületi ülésükön több óvintézkedést szavaztak meg a város vezetői. Többek között azt, hogy 3 millió forintot különítenek el az éves költségvetésből a vírus második hullámának felerősödésére. Több intézményen is szigorítottak a napirenden. Szeptember elején rendhagyó testületi ülést tartott Bátaszékváros képviselőtestülete. Egyik fő témájuk a koronavírus második hullámára való felkészülés volt. A vírus terjedésének lassítása érdekében több óvintézkedést hoztak. Az intézményvezetőket felkértem arra, hogy saját intézményünkre vonatkozóan készítsenek egy egészségügyi protokollt. Ugye ez a városi óvoda tekintetében már szeptember 1-től létezik, hiszen ennek megfelelően lehet belépni az intézménybe mind a gyerekeknek, mind pedig a szülőknek. Itt egy kis szigorítást tervezünk, nevezetesen tervezünk beszerezni lázmérőket, és már lázmérést is fogunk folytatni az elkövetkező időszakban annak érdekében, hogy minél jobban meg tudjuk szűrni az esetleges betegségeket. A többi intézmény is elkészítette, illetve folyamatban van az elkészítés azoknak a protokolloknak, hogy az intézményeket hogyan lehet majd az elkövetkező időszakban is látogatni, annak érdekében, hogy az egészségünket megfelelő módon védeni tudjuk. A tavaszi védekezési időszak tapasztalatait már kiértékeltük, ha és amennyiben komolyabb intézkedéseket kell hozni, annak megfelelően erre is fel vagyunk készülve. Ez idős gondozás tekintetében, a legveszélyeztetettebb korosztály ellátása tekintetében már megvannak a forgatókönyveink, ha kell, közterületi fertőtlenítés is tudunk végezni. Ennek megfelelően felkértük az intézmények vezetőit, hogy gondolják végig és tegyék meg a szükséges intézkedéseket, védőeszközök, fertőtlenítőszereknek a beszerzése kapcsán. E kérdésben a képviselőtestület ma döntött arról, hogy egy 3 millió forintos keretet el is különít, annak érdekében, hogy ezeknek a beszerzéseknek a fedezetét zavartalanul tudjuk biztosítani meg az intézmények számára. Tehát azt gondolom, hogy a mostani információk alapján napra készek vagyunk a védekezés tekintetében. Az intézményvezetőkkel napi kapcsolatban vagyunk, ha és amennyiben szükséges, újabb intézkedéseket is meg tudunk tenni annak érdekében, hogy az egészségünket minél jobban meg tudjuk óvni. A Bátaszéki Gondozási Központ is folyamatos készültségben van a veszélyhelyzet megszüntetése után is, de igyekeznek mindent megtenni, hogy minél tovább zavartalanul fogadhassák az ügyfeleket, gondozottakat. Változottan a nyitvatartási rendünk, annyi szigorításunk van az előzőekhez képest, hogy mivel nagyon szűkek a terek, ugye kicsik az irodák, kicsi a váróhelyiség, az interjúszoba, hogy egyszerre egy fő az, aki tartózkodhat a váróhelyiségben, illetve hogyha kiskorúról van szó, vagy szükséges az, hogy kísérő érkezzen, akkor abban az esetben ugye ők ketten tartózkodhatnak. Szükséges a szájmaszk használata, és az ajtó mögött kézfertőtlenítő van elhelyezve, aminek a használata szintén szükséges. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a takarításra, a fertőtlenítésre és a folyamatos szellőztetésre. Én nagyon bízom benne, hogy ha a higiénés szabályokat betartjuk, akkor a helyzetünk talán nem változik, és nem lesznek fertőzöttek, de ahogy most ugye az országos tendencia is látszik, hát meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Én nagyon pozitívan próbálok hozzáállni ehhez az egész helyzethez. Én próbálom a kollégák felé is ezt közvetíteni, és őket is a fenntartó, illetve rajtunk keresztül folyamatosan ellátjuk védőfelszereléssel, védőeszközökkel, amit most is köszönünk, mert soha nem szenvedtünk hiányt. Tehát bármikor jelezték, hogy szükség van akár fertőtlenítőre, gumikesztyűre, bármire, akkor azt azonnal megkaptuk, mindig az volt, vásároljátok meg, osszátok ki, és használják is a kollégák természetesen nagyon szigorúan, és odafigyelünk erre, hogy a higiénés szabályok be legyenek tartva, hiszen nagyon fontos az, hogy védjük azokat, akik hozzánk jönnek, és védjük a kollégákat is. A Bátaszéki Idősek Klubjában már eddig is számos olyan intézkedés történt, ami a járvány megelőzését és az idősek védelmét szolgálták.
Itt is, mint mindenhol, kötelező a maszk és a készfertőtlenítő használata. Idei programjaikat azonban minden óvintézkedés ellenére el kellett halasztaniuk. Időség miatt és a biztonsági szempontok miatt úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha ezeket a szabályokat tartjuk, mert hogy amilyen híreket hallunk, bár még egységes útmutató nem jött ki a nappali intézmények tekintetében, de úgy gondoltuk, hogy nagyon változtatni ezeken nem érdemes. A készfertőtlenítés, a rendszeres takarítás, fertőtlenítés az rendkívül nagyon fontos, illetve a munkatársaink számára és a védőeszközöknek a használata rendkívül fontos ahhoz, hogy továbbra is elmondhassuk, hogy nálunk egyelőre nincs még ilyen veszély. Sajnos a programjaink nagy része az most elmaradt, több mindent terveztünk, illetve voltak már az év elején olyan hagyományőrző programjaink, amiket szerettünk volna folytatni az év folyamán, de most ezek halasztásra kerültek, olyan programokat nem tudunk szervezni, amelyek ahogyan korábban is ugye nyitott intézmény révén azért nagyon sok időset vonzottak hozzánk a napsugáregyletből, és sokan látogattak hozzánk. Most sajnos ezeket a programokat, a nyárzárónkat is most halasztanunk szükséges. Amelyeket viszont minden esetben megtartunk a bent lévő időseink számára, olyan kézműves foglalkozásokat, felolvasást, hittanórákat szervezünk, amelyek azért a napi bentartózkodást egy kicsit változatosabbá tudják tenni. Bátaszék városán nyilvánításának 25. évfordulója alkalmával díszpolgári címet vehetett át Bognár Jenő. 4 cikluson keresztül vezette Bátaszék város képviselőtestületének munkáját. Erről a város elmúlt évtizedeiről beszélgettünk a kitüntetettel. Kevesen tudják róla, hogy tanult szakmája szerint akár énekes is lehetett volna. De az élet másképp akarta, és hamar a politika lett a szakmája. Még a rendszerváltás előtti időt éltük, amikor először lett városvezető. Megint behívattak, hogy tanácselnöknek kellene lenni. 83 volt. 83, és akkor lettem tanácselnök. Na most ehhez megint nem értettem, de azóta nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, hogy nekem az volt az óriási előnyöm, hogy az emberek között voltam évtizedekig. Tudtam a problémájukat, tudtam velük közösséget vállalni, éreztem, hogy mikor van gond, csak rájuk néztem, és tudtam, hogy most itt meg kell egy kicsit csomogatni a lelkeket. A rendszerváltozáskor engem nem választottak meg. Néhány szavazattal kikaptam. Ezt nagyon-nagyon rossz néven vettem, hisz tornacsarnokot építettünk, hisz utakat építettünk, hisz a templomot rendbehoztuk, és ha úgy tetszik, a Jóistentől kezdve mindenkire egy kicsit nehezteltem. És utólag jöttem rá, hogy valaki fönt ezt úgy akarta, hogy engem ne válasszanak meg akkor a rendszerváltáskor, mert akkor elhittem volna magamról, hogy én nagyon okos vagyok, nagyon szép vagyok, nagyon ügyes vagyok, hogy én még egy rendszerváltás is túlélek. Megtapasztaltam ez alatt a 4 év alatt, hogy milyen munkanélkülinek lenni, 6 hónapig munkanélküli voltam, megtapasztaltam, hogy kik voltak a barátaim, és kik voltak azok, akik őszintén tiszteltek és szerettek engem. Egyáltalán megtapasztaltam, hogy milyenek az emberek. Igen, jól mondja a szerkesztő úr, igen, kaptam hideget, meleget. Én utólag azt mondom, hogy nekem erre a 4 évre nagyon nagy szükségem volt, mert biztos, hogy azt követően 4-szer nem választottak volna már meg, mert egy idő után azért úgy vannak az emberek ezzel a polgármestersége, és hogy már jó lenne valaki mást. Na most én hálás vagyok a sorsnak, hogy ez a 4 év kimaradt, az összes keservével, fájdalmával, örömével, bánatával együtt. Minden választási kampányom szlogenje az volt, hogy szeretnék mindent megtenni, amit meg kell tennem.
Ezen nem változtattam. A másik pedig az, hogy egy politika van, a várospolitika. Tehát én a mindenkori vezetőkkel, országgyűlési képviselőkkel tudtam, hogy muszáj olyan kapcsolatot kialakítanom, hogy oda tudjak fordulni hozzájuk. Törekszik a jelenlegi városvezetés is arra, hogy a bátaszéki emberek kitűnő emberek, szorgalmas emberek, és nagyon-nagyon sok történelmi kudarcon és borzasztó dolgokon mentek keresztül, ha csak a székelyek kálváriáját, vagy a kitelepített svábok, akik így egyre kevesebben vannak most már Németországban, vagy a felvidékiek. Szóval ezeket az embereket összekovácsolni nagyon nagy feladat, de nagyon érdemes, mert iszonyatosan szorgalmasak és iszonyatosan rendes emberek. Ennek köszönheti Bátaszék, hogy itt tart, és ennyi minden történt Bátaszéken. Ebben a foglalkozásban azért az is beletartozik, hogy 7000 embernek az igényeit az ember bármennyire is szeretné, nem tudja kielégíteni. Van, akinek szimpatikus vagyok, van, akinek nem. De az öme, a visszajelzések alapján, amikor az utcán végigmegyek, vagy a boltba bemegyek, hogy megállít és megszorítja a kezemet, még a járványi időszakban is, az egészen biztos. Tehát, hogy ennek örülnek az emberek, és amennyi a Facebookra, meg amit én kaptam, és amennyi levelet kaptam, ez azt jelenti, és azt jelzi nekem vissza, hogy igen, örülök ennek a kitüntetésnek, és nem csak én örülök, hanem a bátaszékiek, akiknek köszönhetem ezt a kitüntetést. Ezt soha nem szabad elfelejteni. Könyvbemutatóra kaptunk meghívást a Petőfi Sándor Művelődési Házba. László János frissen megjelent Kukac című könyvével kellett volna megismerkednünk ott, de mindemellett, hogy a művet is ismertették. A szerzőt körülvevő óriási tisztelettel és szeretettel találkoztunk. Harmadik elemista voltam, és természetrajz órán, akkor még úgy hívták, természetrajz órán a tanító úr a gyümölcsöket károsítókból tanított, és fölmerült, hogy hívják azt a kis élő lényt, amelyik az almába belül bemászik és eszi a gyümölcsöt. És hát mondták a többiek, hogy nyű. Mondta a tanító, hogy nem jó, a nyű az más. Azt mondta, hogy kukac. Hallgasson az egész osztály. Azt a szót ők még addig nem hallották. És rajta maradt. Ez lett a úgynevezett hosszú időn keresztül. A nevelítőt kukra, mert hosszú volt kimondani azt, hogy kukac. És innen ez a könyvemnek a címe. Tehát ez a megfejtés az egész. Mikor beküldtem, már ott volt előttük, így ahogy van, visszaírtak nekem e-mailben, hogy de mi a címe? Ott van a címe, tessék már megnézni. Meg is nézhették, kézbe is foghatták, sőt, dedikálva haza is vihették László János önéletrajzi könyvét a Bátaszéken összegyűlt régi diákok, kedves ismerősök, akiknek óriási szerepük volt már a könyv létrejöttében is. Ezelőtt 10 évvel kezdődött egy volt középiskolás osztálytársam, aki tényleg legjobb volt aztán középiskolában és egy egyetemen is, nagyon ritka. Hozzá kezdett megírni az önéletrajzát, meg az iskolában eltettült évekes. Hadd írjam meg én is, Marosvásárhelyen jártunk középiskolába, hogy éltük meg, én mint bent lakó, ő mint kint lakó az ottani éveket. Az évi akkor megjelent, az enyém nem jelent meg, mert bonyolult, nem jelent meg. János bácsi évekre félretette az írást, talán így is marad, ha nem betegszik meg. Viszont fájdalmában, illetve kilátástalanságában történeteket kezdett megosztani egy közösségi oldalon. Az az igazság, hogy valamikor kora tavasszal úgy észleltük, hogy János bácsi valami miatt még grafománabb lett, mint amilyen volt, és a közösségi oldalán mindenféle sztorit az életével kapcsolatban elkezdett megosztani. És nekünk van egy csoportunk is, az osztály, meg mi egyéb.
És persze megpedzegettük a dolgot, hogy mi lenne, ha lenne ebből egy kiadvány, vagy egyfajta válogatás, milyen jó lenne. Akár az utókor számára, vagy akár én is megmutatnám szívesen a most 14 vagy 16 éves bátaszéki gimnazista gyermekemnek. Elkezdtem részleteket közölni, egyrészt ebből a könyvből, másrészt abból, amit újonnan írogattam hozzá. És annyi szeretetet kaptam vissza. Ezt hangsúlyozom, hogy vissza, mert én mindvégig a tanítványaimat nagyon szerettem. El nem tudtam képzelni az életemet anélkül. Valaki aztán az olvasók közül rákérdezett, mikor jelenik ez meg könyvben. János bácsi kiábrándította az egyre sokasodó rajongótábort, hogy ebből könyv financiális okokból nem lesz. Nem baj, mi majd összeadjuk, mondták ők többen a Facebookról. És tényleg, kezdték adogatni, nézem, hogy ez nem komoly, és akkor nekiálltam keresgélni kiadókat, találtam egyet, megegyeztünk hárban, mindenben. Közben aztán változtak a dolgok, mert nem minden úgy megy el, mint amikor bemutatkozunk. Tehát a lányról is akkor terültük, hogy milyen, amikor már férhez ment. A vevőkkel, eladókkal pedig az van, hogy majd amikor hozzákezdünk szerződést kötni, akkor jönnek az apróvetűsek. Na, kiderült, hogy több, de azt a többet is ki tudtuk bírni, és így jelent aztán meg a könyv. Nagy vállalkozás volt, és elég költséges, de a rajongók rendületlenül segítették a könyv születését. Az ismerősök, barátok, egykori tanítványok voltak azok, akik küldtek akármennyi pénzt a megadott számlaszámra, és ez viszonylag hamar összejött, ahogy ő is említette, akkor szerintem ezen meglepődött, vagy fölbuzdult, és adott neki egy akkora erőt és löketet, hogy teljes erőbedobással, kivirulva, vagy újra virulva nekiállt a dolognak, és hetek alatt megcsinálta. Megtaláltuk a nyomdát, elhoztam a nyomdából, amikor elkészült, és hát itt vagyunk, bemutatta a könyvet. Sztorizott, anekdotázott, és itt van előttünk ez a 80 pár év, és abban mi is. Az a 4 év, amikor mi voltunk a kezei alatt. Szégyeltem, hogy én ígértem, hogy ez ennyi, de aztán kiderült, hogy még ez van, még tördelési díj ennyi, aztán még mindegy, de kiderült, hogy azt is ki tudták állni ők, úgyhogy nem is fizettem rá, meg is jelent, és köszönöm szépen, hogy ezt megtették. Tehát itt a nyilvánosság előtt köszönöm meg azoknak, akik segítettek engem, hogy ez létrejöjjön. Nem lehetett nem észrevenni azt a meghatottságot, azt a szeretetet, ami János bácsit körülölelte. Remegő hangú köszönet nyilvánítók emelkedtek szólásra a kis rendezvényen, és mindenki egy kicsit hozzátett a történetével a nagy egészhez. Nem várt fölényes győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa országos főtábláján a Bátaszék Ese a második fordulóba. Szőcs Lázár csapata igazolva jó formáját, közönség szórakoztató játékkal 8-1-el szinte elgázolta a fehér gyarmatot. Az első negyed órában már körvonalazódott a papírforma, a Tolna megyei első osztályú bajnokság listavezetője, a kékmezes Bátaszék sokkal jobb, mint a 16 csapatos Szabolcs-Szatmári bajnokság tizedikje. A játékbeli fölény szűk fél óra elteltével folyamatosan gólokra váltotta a hazai csapat. A 26. percben Lelk Marcer lőtt Vituska passza után a bal alsó sarokba. 1-0. Gyorsan jött a második, közelről Gábor Gergő juttatta gólvonal mögé a labdát 2-0. Sakmacs helyzet után megint az előbbi gólszerző Gábor tette fel arra bizonyos írápontot 3-0. A pirosmezes fehér gyarmat alig-alig jutott el a bátaszéki kapuig, így újabb bátaszéki gólok szinte levegőben lógtak. Mint kés a vajon, úgy futottak át a gyarmatiakon. Fölényükre jellemző, hogy a 100%-os zicsert a bátaszéki középhátvéd Calka Norbert fejezte be. 4-0. 5 perccel a félidő befejezés előtt úgy tűnt, több gól már nem születik, de ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy fél tucat legyen a különbség. Közel volt az első góljához persze a fehér gyarmat, amikor egy lövés után Klézli helyett a kapufa mentett. A 42. percben Baladin átadásából a bátaszéki játékmester Vituska villantotta meg rugó technikáját, a jobb alsóba tekert elegánsan 5-0.
Egy percre rá megint sakmat helyzet alakult ki. Tóth Tamás is feliratkozott a góllövő listára, ellenfelét kicsit alázva gurított az üres kapuba. 6-0. Szünet után a katasztrofális vereséget elkerülendő a szabolcsi csapat lemondott teljesen a támadásról, csak védekezett. Így is két gólt kaptak, mind a kettőt Vituska lőtte. Az utolsó percben a végig sportszerű vendégcsapat megszerezte megérdemelt becsületgólját. Egy kontratámadás végén, amit szépen végigvittek, Kocet 16-17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 8-1. A bátaszéki csapat és a mezőny legjobbja Vituska István volt, 3 gólt lőtt és végig jól játszott. Nem tudtunk sok mindent róluk, azt, amit az interneten utána néztünk, hogy a bajnokságban kicsit gyengébben szerepeltek, a kupában jó szerepeltek. Igazából aztán az első 10 perc után, amikor megjött az első gól, ugye, ott onnan már ment az a játék, szerencsére jó ment a játék, és akkor mindenki föl tudta venni a ritmust, úgyhogy így nem kell, elkerültük a fizikális kontaktot igazából. A bátaszék kombinatív futballjával igazolta, nem véletlenül vezet a Tolna megyei első osztályú bajnokságban. Információnk nem volt róluk, amit az adatbankból le lehetett lesni. Jelen pillanatban nem úgy szerepelnek a bajnokságban se. Két döntetlenjük, meg egy vereség. Ebből indultunk ki, hogy hát nem lehetnek csúcsformába. Mi meg azért lejátszottunk 3 meccset, és 11 gólt rúgtunk, gólt nem kaptunk. Hát nyilván bizakodtunk, hogy nehezen is, de lehozzuk ezt, amikor ez könnyebb lett. Egy dolgot úgy érzem, hogy megtanultak a legények, hogy a távolságokat jól mérjük be. Tehát közel vagyunk egymáshoz, tudjuk egymást segíteni, és ezáltal folyamatos tud lenni a játék. Tehát nincsenek azok a nagy távolságok, ami régen jellemzett a csapatot. A bátaszék ezzel a győzelmével a Magyar Kupa főtábláján a második fordulóba 64 csapat közé jutott. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!